A Rákóczi Péter ifjúsági fúvó zenekar műsorával kezdődött a márciusi Magyarok Vására. Ez is jól mutatja, a már 8 éve indult kezdeményezés nem csak az értékesítésről szól. Ilyenkor közösségi térré alakul az érsekkert. Magyar termelők kínáltak mézes kalácsot, húst és kolbászt, házi készítésű lekvárt, kemencében sült székelysajtot, de még kürtös kalácsot is. A kézműves termék miatt kapcsolódunk leginkább. Azon kívül, hogy egri akosként felkerestek körülbelül 6 éve itt a szervezőség, és kérték, hogy vegyünk részt. Az egésznapos rendezvényen az élelmiszerek mellett fonott kosarakat, bőrruhákat és szőtteseket is kínáltak az eladók. Volt olyan árus, aki 16 éves saját készítésű kalotaszegi gyöngytermékeivel jár az egri vására, az erdélyi Kolozs megyéből. Erre a Magyarok Vásárára mindig felszoktam jönni, Kolozsváron. De már évek óta járkálok mindenfele, minden hétvégén, hétközben, de ezt a vásárt nem hagyom ki. Nagy Jenő a vásár szervezője kiemelte, a program sorozat szorosan kapcsolódik március 15-éhez. Erre példa, hogy előadás hangzott el Petőfi Sándor titkai címmel. Egy közösségi teret is szerettünk volna létrehozni, akik ebben a szellemben gondolkodnak, azok itt elbeszélgethessenek egymással, és kulturális programokon is részt vehessenek, ami a magyar történelemmel, kultúrával kapcsolatos programok. A Magyarok Vására díszvendége ezúttal Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke volt.